Augusztus 13-án 13 órakor kezdődött a szekszárdi közgyűlés legutóbbi ülése, azonban a szerencsétlen babonás szám nem okozott problémákat, a rövid ideig tartó egyeztetések viszonylag gördülékenyen zajlottak. A képviselők többek között elfogadták a szekszárdi tömegközlekedés menetrendjéről szóló napirendi pontot is. Sokan emlékeznek a városlakók közül, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt született egy olyan szomorú döntés se az önkormányzatnak, amikor a helyi járatú tömegközlekedést alaposan meg kellett kurtítani. Akkor is a közgyűlés ezt hangsúlyozta, hogy ennek elsősorban anyagi okai vannak, hiszen egy jelentős tartozást halmozott fel a város a volánbusszal szemben. Ez örömteli tényként idén sikerült ettől a nagymértékű adósságtól szinte teljesen végre megszabadulni a városnak. Ezúton is köszönöm valamennyi képviselőtársam és elsősorban Gyurkovics János alpolgármester úr konstruktív hozzáállását, sok-sok munkáját, a hivatal munkatársainak ugyanúgy sok szerepe volt ebben. Ennek eredményeképpen októbertől jelentősen bővülnek a szekszárdi járatok, mind számukat, mind az útvonalakat tekintve. Az elmúlt egy évben feldolgoztuk azt a sok-sok lakossági kérést, igényt, emellett a helyben letelepült vállalkozások, cégeknek is azt a munkába járáshoz szükséges igényeit, és én azt gondolom, hogy ezt, ha nem is 100%-ban, de legalább 90%-ban most tudjuk teljesíteni. Tudjuk mindannyian, hogy a helyi tömegközlekedés egy igen drága mulatság, nem tudok más szót használni, hiszen ez az önkormányzatnak egy önként vállalt feladata hosszú-hosszú évtizedek óta, de természetesen az a cél, hogy a város lakossága ezt a szolgáltatást minél nagyobb számban és minél a saját életét tekintve minél kényelmesebben tudja igénybe venni, de ez bizony éves szinten a városnak minimum 200 millió forintjába kerül. Ősztől a szekszárdiak tehát egy sokkal sűrűbb menetrend szerint utazhatnak majd.